Úthasználati díjat vetnek ki azokra a 7,5 tonnánál nagyobb járművekre, amelyek áthaladnak Marosvásárhely utcáin. A begyűjtött összeget a megyeközponti utak karbantartására fordítanák. Ezen a Marosvásárhelyi útkereszteződésen percenként több kamion is áthalad. Ez a környező utak állapotán is meglátszik, a gépjárművek csak döcögve tudnak itt végighaladni. De a megyeközponton naponta több száz, 7,5 tonnánál nagyobb autó halad át. A helyi rendőrség kezdeményezésére úthasználati díjat vetnek ki ezekre. Az ötletre a csütörtöki tanácsülésen bólintott rá a helyi önkormányzat. Így lesz pénz infrastrukturális fejlesztésekre, ugyanis nem tartom helyesnek azt, hogy a marosvásárhelyiek pénzéből fizessük ki a városi utak javítását, amelyet az ország más városaiban székelő szállító cégek autói tesznek tönkre, anélkül, hogy megtérítenék az okozott kárt. Az úthasználati díjat nem kell kifizessék azok a cégek, amelyeknek az autói Marosvásárhelyen vannak bejegyezve. Azok, akik bérelnek autókat, és nem Marosvásárhelyre van beiktatva az a bizonyos autó, az normálisan ki kell fizesse ezt a bizonyos taxot. Az elfogadó díjszabások értelmében a 7,5 és 16 tonna közötti járművek esetében 14 lej lenne a napi díj, a 16 és 22 tonna összsúlyú autók esetében 18, 22 és 30 tonna között 22, a 35 tonnánál nagyobb járművek esetében pedig 28 lejes lenne a napi díj. A fuvarozók nem örülnek az intézkedésnek. Hát érint, mivel mi járunk keresztül Marosvásárhelyen a kamionokat, de nem értem azt, hogy miért, tehát ők saját kamionjaik, akik Marosvásárhelyen vannak bejegyezve, azok rongálhatják a saját útjaikat pénz nélkül, tehát fizetés nélkül. Mi azok, akik nem oda vagyunk bejegyezve, azok kell fizessenek, ezt viszont nem értem. A fuvarozók szerint amennyiben megépítenék Marosvásárhely körgyűrűjét, akkor nem kellene áthaladni a város utcáin, amelyel egyébként is rengeteg időt veszítenek a sofőrök. Az úthasználati díj fizetése 2016-tól lesz kötelező.